nagyon sajnálom, hogy nem jutottunk tovább. Azt gondolom, hogy a franciák egyébként megérdemelten mentek be a legjobb 8 közé. Én azt gondolom, hogy onnan ők tovább is fognak menni. Ellenük valamilyen szinten azt is kell mondjam, hogy nem szégyen kikapni, mert tényleg egy nagyon jó csapat. Sajnálom, hogy most találkoztunk velük, mert igazából felfelé jöttünk, és azt gondolom, hogy náluk talán egy valamivel gyengébb csapatot meg tudtunk volna verni. De hát így utólag most ezen kár okoskodni. Pont most láttam egyébként, hogy a csehek meg bejutottak a nyolcba, úgyhogy emiatt így nagyon sajnálom az egészet. Szerettem volna tényleg, hogyha egy picit jobb eredmény sikerül. Sajnos ennyi volt az utolsó meccsünkben. Én azt gondolom egyébként, hogy egyre jobban jöttünk felfelé. A franciák ellen én alapból azt gondoltam, hogy az extra teljesítményekre szükség van, hogy nyerni tudjunk ellenük, ami nem jött. Igazából ők se tették meg azt a szívességet, hogy ők adtak volna nekünk esélyt, mert nagyon jól játszottak, de azt gondolom, hogy tényleg azt mondom, a kapusaink nagyon jól védtek, de nem voltunk egybe védekezésben sem, fejben, támadásban sem, úgyhogy több minden hiányzott ehhez a meccshez. Mik ezek a pozitívumok, amikre lehet építeni a jövőben? Azt gondolom, hogy alapból egy nagyon küzdős csapatot alakítottunk ki, és tényleg tudtunk a hibáinkban folyamatosan építkezni, ami egy nagyon jó dolog, úgyhogy a jövőben ezt az utat kell folytatni. Ugye Görbic Anita visszavonul a válogatottságtól, amellett, hogy egy világklasszt is veszít el a válogatott, mivel lesz kevesebb nélkül ez a válogatott? Hát a Görbe az kellett nekünk mindegy falatkenyér, úgyhogy nagyon-nagyon fog hiányozni. Nagyon-nagyon örülök, hogy a csapattársa lehettem, és tényleg egy élmény volt mellette kézilabdázni. Igyekezett így szavakban is így átadni nekünk azt, amit ő képviselt, és végül is úgy búcsúzott el tőlünk, hogy szeretné, hogyha tényleg így a magyar kézilabdát így felfelé emelnénk, úgyhogy hát köszönünk szépen mindent neki, és sok sikert!